Szüntelen védelem. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. 121. Zsoltár, 7.-8. vers. A 121. Zsoltár úgy kezdődik. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. És ha valóban a hegyekre, a magasba emelem szememet, figyelve, honnan jön a segítség, akkor az Úr megőrzi lelkemet. Tanuló vezető koromban az oktató hányszor mondta, ne a kocsi orrát nézd, nézz előre! Ha szemeimet a hegyekre emelem, ha felfelé nézek, nem a mocsokra, ami körülvesz, nem a bántásokra, akkor, de csak is akkor tudja lelkemet megőrizni az Úr minden gonosztól, rossztól. Nem azt írja, hogy megőrzi testedet, hanem a lelkedet. Hány emberrel találkoztam már beteg testben, tökéletesen épp lélekkel, mert szemüket szüntelen Istenre emelték. Napi, vagy talán percről perci kapcsolatban voltak vele. Sokan mennek át az ellenség támadásain, de győztesen jönnek elő. Lepereg róluk a mocsok, a gonosz. Ismeri, tudja az Úr, hogy mikor megyünk ki, és mikor be. Mit teszünk, hol járunk, milyen gondokkal küzdünk. Ő nem szendereg. Napi 24 órás védelmet tart felettünk. Örökre a barátunk szeretne lenni. Akkor mégis miért érné, ha baj, bánat, rossz? Valószínű azért, mert kiléptünk a védelmet nyújtó esernyő alól, vagyis levettük szemünket a hegyekről. Az, hogy mostantól fogva, azt jelenti, hogy ma elkezdheted szemeidet a hegyekre emelni, és mostantól fogva egész életeden át élvezheted Isten őrzővédő szolgálatát. Csupán figyelned kell rá. Isten adja, hogy mostantól fogva mindörökké megtapasztald, milyen jó hozzád az Úr. Legyen szép napod!